Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretetben köszöntelek benneteket itt Böblingenben, és mindazokat, akik nem csak Böblingenből, hanem környékéről érkeztek a mai évközi 25. vasárnap szentmiséjére. Gyönyörű, napsütéses, őszi reggelre ébredtünk, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de így rácsodálkozni a természetre, és hagyni azt, hogy a napnak, az őszi napnak melengető sugara megérintse arcunkat, csodálatos érzés. Kívánom, hogy ez érzés mellett hagyjuk, hogy ezen az évközi 25. vasárnapon az elhangzó szentírási olvasmányok szavai is simogassák a mi lelkünket, mi több töprengésre késztessenek. A kezdőjének, a szentmisének így hangzik: népem üdvössége, én vagyok, mondja az Úr, bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. Mennyire jó tudnunk azt, hogy mi bizalommal és bátran megszólíthatjuk mennyei atyánkat, elvihetjük a mi kéréseinket, ima szándékainkat. És most mindenki, amikor egy kicsit elcsendesedünk, magába tekint, és kimondja azt az ima szándékot, amit most különösképpen is szeretne eljuttatni a Jóistenhez. A mostani szentmisét a hála és a köszönet érzésén túl szeretném felajánlani a nyár folyamán elhunyt Gulyás Mária nővérünk lelke üdvéért, és így hozzátartozói számára az elfogadás kegyelmét, esdeni. Továbbá szeretném ezt a szentmisét hálából a szűzanyának felajánlani egyik kedves hívünk egyéni kérésére és óhajára. A szentmise kezdetén, amikor elcsendesedünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek,
és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, Te az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A gonoszok az igazak vesztére törnek. A gonoszok így beszélnek az egy igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gunyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmában részesül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
lecke Szent Jakab leveléből. Szeretteim, ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van, és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részlehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak a háborúságok és veszekedések köztetek? Nem, de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban. Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek. Azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok. Ez az Isten igéje. Alleluja, 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 alleluja. Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akart, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik. Az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra föltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok az úton. Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta 12-t, és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek! Azok a gondolatok, amelyek most elhangzanak, már jó ideje érlelődtek lelkemben, és mondjam azt, hogy az évközi 25. vasárnapnak mára kijelölt szentírási szakaszai ilyen értelemben segítséget is jelentenek, hogy a bennem érlelődő gondolatokról szólni tudjak.
Emberi életünknek a végső célja nem más, mint az üdvösség elnyerése. Ez az örök élet, amelyre földi életünkkel tesszük alkalmassá saját magunkat. És ahogyan a szentmise könyörgésében hallhattuk, ennek elnyeréséhez az Isten és az ember szeretet parancsa, illetve annak megtartása az egyfajta eszköz mindannyiunk kezében. Mennyei Atyánk, az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet, add, hogy parancsaid megtartva eljussunk az örök életre. Azért fontos ezt így, ilyen formában is kiemelni, mert hogy végső soron mindannyian egyénileg erről fogunk számot adni, és dől el földi életünk során, hogy az Isten és ember szeretet parancsát megtartva részünk lehet-e az egyéni üdvösségben, az örök életben. És valóban ettől fontosabb nincs. Ennek fényében tekinthetjük az olvasmánynak az üzenetét, a tanítását a bölcsesség könyvéből, amelyet úgy kell tekintenünk, mint egyfajta biztatás, egyfajta bátorítás. Mindennapjaink során, és akkor ezt mindenki saját magában megnézheti, szemlélheti, provokációk sokaságával kell szembe néznünk. Kit, miért, hogyan provokálnak, azt mindenki tudja, aki erre az útra rálép. Ellenben, én személy szerint ezekre a provokációkra tekinthetek úgy, és tekintsek is úgy, mint lehetőségek, amelyek megmutatnak számomra egy utat, hogy kifejezhessem elkötelezettségemet a felismert keresztény értékek iránt. Nem egyszerű feladat. Valóban komoly kihívás mindannyiunk számára. Ott, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol keresztény, hívő emberként akarunk megnyilvánulni nap mint nap. Hogyan sikerül? Erre a kérdésre szintén egyéni válaszok vannak, mindannyian egyénileg adjuk meg erre a választ. Az elmúlt napokban, ezen a hétvégén, mondjam így, egy konferencián vettem részt Budapesten, a diaszpórában élő katolikus közösségek képviselői találkoztunk, Ausztráliától, Dél-Amerikán, Észak-Amerikán, Nyugat-Európán keresztül, és az idén, képzeljétek el, meghívott közösség vezetőként volt Csángó földről is egy lelkipásztor, aki most már jó ideje magyar nyelvű szentmisét egyszer tarthat az ott élő híveknek, Bákóban. Nagy öröm volt. Nagy öröm volt találkozni, és megtapasztalni azt, hogy hogyan is élünk mi a diaszpórában. Volt egy játék, péntek reggel, mint egy felfrissülés, ugyanis a nagy fővárosi dugóban az előadónk nem érkezett meg, és késett, valahol beragadt. És akkor a játéknak a lényege, nagyon kreatív volt a vezetőnk Gábor, azt mondta, hogy itt vagyunk a diaszpóra képviseletében, és képezzünk egy virtuális idővonalat, és mindenki helyezze el a saját maga közösségét ezen az idővonalon. Nagyszerű érzés volt látni, hogy a nagyvilágból, akik magyarként és keresztényként élünk, ki mikor talált otthonra az ő közösségében, ott, ahol él.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mi missziónk, egyházközségünk, amely 1947. május 13-án alakult, akkor alapította Sproul püspök atya, valahol ott az első harmadában helyezkedtünk el az idővonalnak. És miközben ott álltunk, vagy álltam én magam is, különös érzések kerítettek hatalmukba. Hiszen számomra egy kicsikét olyan volt ez az idővonal, és a benne megkeresett és megtalált helyünk, közösségünk helye, mint egy pillanatfelvétel. És ebben a pillanatfelvételben, éppen úgy, mint amikor odahaza elővesztek egy fényképalbumot, és lapozgatjátok ezt a fényképalbumot, akkor egy-egy kép láttán annyi minden felelevenedik bennünk. Örömteli érzések, de olykor fájdalmas érzések is. Hála és köszönet, és ez az érzés kerített hatalmába engem, hála és köszönet az elődök hitéért, a megtett útért, 77 esztendőről beszélünk, és természetesen az abban történő helytállásért. A Szentleckében, és most már második alkalommal Jakab apostoltól hallunk tanítást, arról hallhatunk, hogy mennyire fontos is az szívünknek a tisztaság. Nagyon kemény az a tanítás, és nagyon szépen köszönöm Évának, hogy felolvastad és gyönyörűen értelmezted magát a szentírási részt, a sugalmazott szentírási részt. Akinek a szíve tiszta, annak az életében nincs helye az irigységnek, az önzésnek, amely mint egy meleg ágya az emberi hitványságnak. Nagyon furcsa ez a fajta megfogalmazás, emberi hitványság. Így hallottuk, ahol irigység és önzés honol, az zűrzavar van és mindenféle hitványság. Nyilván emberi hitványság. Majd folytatja Jakab apostol a tanítását. Amikor ez a szó, hogy hitványság, hogy szembe jött velem, ösztönösen elgondolkodtam azon, hogy mi a tartalma. Kire szoktuk azt mondani, hogy hitvány ember. És ezt tegyétek meg ti magatok is. A hitványság kifejezésének etimológiai értelmezése így hangzik: erkölcsi értéktelenség, alávalóság, aljas viselkedés, magatartás, cselekedet. Nem csak egyszeri cselekedetről van szó, hanem egyfajta magatartás formáról. És Jakab apostol, amikor erről szól, akkor nem gyengíteni szeretne bennünket, sokkal inkább erősíteni, bátorítani és biztatni, mert azt mondja, a felülről származó bölcsesség először is tiszta, békesség szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Vagyis az emberi hitványságon csak is a magam hűségével és azzal a fajta bölcsességgel tudok szembenézni, amelyet onnan felülről kapok. És ez egy nagy feladat mindannyiunk számára, hogy minden nemtelen és hitvány emberi cselekedet és magatartás ellenére mindig meg tudjam őrizni magamban az emberi méltóságot, a szívnek a tisztaságát, azt a fajta értékrendet, amelyben én hiszek, amelyet én fontosnak tartok. És ennek fényében
fogjuk megérteni a mai gyönyörű evangéliumi részt. Sokszor hallottuk már. Az Úr Jézus félrevonja tanítványait, tanítani akarja őket. Nagyon érdekes a tanítással. Az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. De ők ebből mit sem értettek meg. Vagyis Jézus arra próbálja felkészíteni a tanítványait, hogy mi vár majd rájuk, hiszen ő azért öltött testet, hogy bennünket üdvözítsen, bennünket megváltson. Az ő szenvedése, megváltói halála és feltámadása éppen erről szól. De ők ebből semmit sem értettek. Nem értettek meg semmit sem, egyszerűen azért, mert önmagukkal voltak elfoglalva. Nem figyeltek Jézus szavaira. Mi az, ami hatalmába kerítette őket? Egy alapvető emberi érzés. A hatalom utáni vágy. És mielőtt követ dobnánk a tanítványokra, érdemes azon is eltöprengenünk, elgondolkodnunk, hogy ez a fajta kísértés ott van mindannyiunk életében. A hatalom utáni vágy. Ennek a vágynak a kielégítése. Ki az első? Ki az, aki mindenkit leuralhat? Aki majd elmondja, miről, hogyan kell vélekedni. Megérkeznek Kafarnaumba, és Jézus megszólítja őket. Miről vitatkoztatok az úton? Érdekes megfigyelnünk, hogy nem érkezik válasz. Mert nem arra figyeltek, amire Jézus próbálta rávezetni őket, hanem önmagukkal voltak elfoglalva. Igen, a hatalom utáni vágyról vitáztak. Ki a nagyobb? Az elsőségre és a hatalomra törekvő ember ugyanis gátlástalan. Nincs egészséges erkölcsi érzéke. Olyan tulajdonságokkal ruházza föl önmagát, amelyekkel alapvetően nem rendelkezik, és csak kivetíti azt az énjét, amilyenné szeretne válni. De ez egy vágyott kép, álom marad számára, sohasem fogja elérni. Következésképpen sohasem lesz boldog. Mindig elégedetlen lesz. És itt ismételten azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mielőtt másra mutatnánk, legyünk kellőképpen önkritikusak, és önmagamat szemléljem. Hogyan viszonyulok én a magam életében ehhez a kérdéshez? Megvan bennem a hatalom utáni vágy? Én akarok mindenkit, akár családban, munkahelyen, közösségben leuralni? Én akarom őket irányítani? Avagy néha meghallom a másikat is, hogy mit szeretne mondani. Az apostolok nem hallották meg Jézust, mert önmagukkal voltak elfoglalva. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem kezdi el őket korholni, hanem egy olyan fajta választ ad, amely ott és akkor abban a pillanatban minden bizonnyal meglepi a tanítványokat. És azt mondja válaszként, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó. Legyen mindenkinek a szolgája. Hát ők nem ezt a választ várták Jézustól. Igen, nincsen más út. Aki első akar lenni, legyen az utolsó. Legyen a másik szolgája. Vagyis tanuljak meg odafigyelni a másikra. Fogadjam el azt, hogy nincs feltétlenül mindig igazam nekem. Elmondhatom véleményemet. Képviselhetem álláspontomat, meg is kell tennem, de mindig abban a szándékban, azzal az érzéssel, belső érzéssel,
hogy közben igyekszem a másikra is odafigyelni. És hogy még szemléletesebbé tegye válaszát az Úr Jézus, egy gyermeket állít oda közéjük. Majd hallottuk, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be, aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. És ez a kép számomra ismételten nagyon sokat mondó. Amennyiben le akarom győzni ezt a fajta kísértést, a velem élő kísértést életemben, a hatalmi vágyamnak a kiélését, úgy ismételten rá kell találnom a bennem élő egykori gyermek énemre. És ez egy feladat, nem csak egy pszichológiai feladat, hanem egy nagyszerű gyakorlat mindannyiunk számára, hogy megtalálom-e magamban azt a gyermek énemet, aki teljesen őszinte, felszabadult, játékos, akiben ott van a végtelenül nagy bizalom, elsősorban szüleivel és azzal a világgal szemben, amelyet most kezd megismerni, amelyben szülei elindítják őt. Igen, megtalálva gyermeki énemet, rátalálva arra, meg tudok maradni őszintének, nyíltnak, bizalomgerjesztőnek, olyannak, aki nem játsza meg magát. És éppen ezért minden emberi hitványság nagyon távol áll tőle. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben. Hiszek szent lélekben, hiszem katolikus anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot. Mennyei Atyánk, Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket, add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük fiat példáját, kér és uralkodik mindörökkör örökké. Thank you.
imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, a bűn ugyan elszakította a fiaidat tőled, és szent fiad vére és szent lelked ereje által újból magad köré akarta gyűjteni őket, hogy a nép, melyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és egy szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram!
könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük, Krisztus, a mi Úrunk által. Következőket szeretném hirdetni. Természetesen most a szentmise végeztével szeretettel hívunk és várunk benneteket Ágápéra, hogy még együtt lehessünk, és nyilvánvalóan most találkozunk első alkalommal a nyarat követően, megoszthassuk gondolatainkat, érzéseinket. Szeretetben köszöntöm mindazokat, akik ebben a hónapban évnapjuk, a születésnapjukat, más családi eseményt ünnepelnek. Jó Isten éltesse őket, éltessen benneteket, és tartson meg végtelen szeretetében. Ami az elkövetkező idő lelkipásztori programjait illeti, amely bennünket is érint. Jövő héten, pénteken barátságklub lesz, nagyon érdekes témával, holnaptól már elérhető lesz a világhálón, egyházközségünk honlapján. Természetesen előtte rózsafűzért imádkozunk, szentmise lesz 18 órától, utána pedig a barátságklub a közösségi teremben. Jövő hétvégén Tuttlingenben lesz szentmise, majd délután 4 órakor, és mivel 5 vasárnapja van a hónapnak, szeptemberben, 9 órakor Ludwigsburgban, majd délután Reutlingenben 16:30-kor a szentmise. Itt legközelebb, Böblingenben október 27-én fogunk találkozni. A következő, ami szeretnék elmondani, hogy egyházközségünk sok tekintetben egy nagy változás előtt áll. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 4 év bőjt után, 4 esztendő, 2020. augusztus 1-től egymagam láttam el a szolgálatot. Új lelkipásztor érkezik közösségünkbe, beszéltem már róla több alkalommal, dr. Szakos József, aki tőlem 3 évvel ugyan idősebb, de nem a nyugdíjas életet választja, hanem Tájvánból érkezik ide hozzánk, és karácsonytól már ketten fogjuk ellátni a szolgálatot. Előre haladott tárgyalások történtek a nyár folyamán, július hónapban, püspökséggel. Atya újból érkezik ide Európába október utolsó napjaiban, illetve minden szentekkor november 1-én Stuttgartban lesz, illetve azokon a helyeken, ahol szentmisék lesznek, ekkor már bemutatkozik, és ha jól tudom, még azt követően is, igen, Balingenbe is el fog jutni, illetve november 3-án Schwäbisch Gmündbe és Stuttgartba is. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor hívlak benneteket ezekre a szentmisékre. Tervezzétek úgy, hogy jelen tudjatok lenni, szeretetteljes fogadtatás számára, és egyfajta biztatás és bátorítás, hogy egy családi közösségbe érkezik. És aztán majd a karácsonyi ünnepkort már ketten fogjuk ellátni, hála a Jóistennek. Ugye itt most volt 2 közösség ebben a 4,5 évben, ahol nem voltak szentmisék, ez a Munderkingen, illetve Friedrichshafenberg. A másik lényeges dolog, hogy magában az egyházközség struktúrájában is lesz egy kicsi változás. Ennek a részletei most már napok kérdése, hamarosan nyilvánosak lesznek, és akkor erről mindannyian tudomást fogtok szerezni. Nem nagyon szeretnék a múlttal foglalkozni, a múltnak a sebeit feltépegetni, de végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy folytathatom a szolgálatomat, ugyanis voltak olyanok, akik kérték az én eltávozásomat.
ami önmagában véve nem nagy tragédia, hisz nekem van hol dolgoznom ebben az egyházmegyében, ennek az egyházmegyének vagyok a papja, de abban a pillanatban lelkipásztor nélkül maradt volna az egész egyházközség, a misszió. És ezt felelősség teljesen tudom kimondani, hiszen erről a konferenciáról érkezem, ahol éppen ez a téma került terítékre, és nagy egyházmegyék vannak magyar közösségekkel, ahol havonta csak egyszer van szentmise, ha van szentmise. Most is az egyik egyházmegyéből elhelyezték a lelkipásztort, aki német közösségben szolgált, és Nürnbergi egyházmegyéről van szó, és most egyelőre ott nincs, aki havonta egy alkalommal szentmisét végezzen. Elgondolhatjuk, hogy mi lesz egy közösséggel lelkipásztor nélkül. Jó, ennyi szerettem volna elmondani, fogadjátok az áldást, és mindenkinek Istentől egészséget és erőt kívánok. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. Ja, és még annyit szerettem, hogy mindig valamit elfelejtek, pedig a papírt is kitettem ide magam elé, hogy akik még szeretnének átjelentkezni, bejelentkezni közösségünkbe, megtehetik, itt van nálam a nyomtatvány, ezt akkor átadom a szentmise végeztével, és ki tudjátok tölteni, utána pedig én továbbítom a püspökség felé. Jöhet az